Sziasztok, én Tomi vagyok, ez itt pedig a Mobiliz Laborja. Ebben a videóban ismét egy otthon kipróbálható kísérletet szeretnék számotokra bemutatni. Az a kérésünk, mivel ebbe a kísérletbe gyufát kell gyújtani, valamint mécsest is ugye majd meg kell gyújtanunk, de úgy általában igaz, ez minden kipróbálható kísérletünkre mindig szülői, vagy éppen felnőtt felügyeletem mellett tegyétek meg azt, hogy elvégzitek a kísérletet. Jó, itt pedig fokozottan igaz ez ebbe a kísérletbe. Nézzük meg, mivel is fogunk foglalkozni a következő videóba. Nagyon sokszor beszéltünk már arról, hogy az anyagokat, vagy tehát a körülöttünk lévő világban lévő különböző tárgyakat, illetve gyakorlatilag mindent apró részecskék építenek föl. Ezek a részecskék kapcsolatban állnak egymással, viszont Ja, Mint ahogy ezt már többször mondtuk, közöttük gyakorlatilag nincs semmi. Viszont nem mindegy az, hogy ezek a részecskék milyen távolságra helyezkednek el egymástól, hogy milyen sűrűen is helyezkednek el. Például gondoljunk bele abba, most jelenleg ez nem fog fennállni, de hogyha mondjuk ülünk egy nézőtéren, akkor ott nagyon, nagyon ö, ö, sűrűen is elhelyezkedhetünk egymás mellett, viszont előfordulhat az, mondjuk, hogy valakik egy kicsit jobban mozognak, ebből kifolyólag nem, nem tudunk olyan sűrűn egymás mellé ülni. Nos, a részecskék azok gyakorlatilag ugye, állapotuktól függően lehetnek nagyon sűrűen elhelyezkedve, vagy éppen ritkábban. A következő kísérletünkbe, egy kicsit ezzel a témával kapcsolatban, tehát a sűrűséggel kapcsolatban fogunk megnézni egy kísérletet. Ebbe a kísérletbe egy gázt fogunk előállítani, aminek meg fogjuk vizsgálni a sűrűségét, hogy éppen nagyobb a sűrűsége, mint a körülötte lévő levegőnek, vagy éppen kisebb. Nézzük is meg, mire van szükségünk a kísérlet elvégzéséhez. Először is ö, szükségünk lesz egy pohárra. A pohár esetében annyi fontos, hogyha megnézitek, itt a, nekem ezen a van egy kis csőr, tehát hogy majd könnyebben tudjam önteni a keletkező gázt. Ez nagyon fontos, hogy a kísérlet jó elvégzéséhez, a legjobb, hogyha egy ilyen csörös poharat találunk. Általában a konyhában a különböző mérőpoharak azok ilyenek, hogy rendelkeznek csörrel. Kérjük el és Használjuk a kísérletezéshez, természetesen utána használat, következő használat előtt el kell mosogatni. Nézzük még mire van szükségünk. Fog kelleni nekünk szódabikarbóna, aztán kelleni fog majd ecet, egy kevés mindegyikből kelleni fog egy mécses, valamint egy gyufa. Még egyszer mondom, ezeknél a hasz, ezeknek a használatakor légy szépen, és mindig figyeljetek oda arra, hogy ez szülői felügyelet vagy felnőtt felügyelete mellett történjen meg, valamint egy másik nagyon fontos dolog, a mécses és a gyufa használatával kapcsolatban, hogy sose végezzük olyan helyen, ahol mondjuk nagyon sok gyúlékony anyag van. Tehát például, hogyha lehetőségünk van minden esetben, akkor egy fémtálcán végezzük el. De lehetőleg, hogyha mondjuk mi ezt a kisejtett asztalon végeznénk, amúgy is ajánlom a tálca használatát, most legyen az fém vagy műanyag, mert ecetet és szódabikarbonát fogunk összekeverni, ami előfordulhat, hogy kifut, és ezt elkerülvén tényleg jó, hogyha tálcát használunk. De a másik nagyon fontos dolog, hogy a mécsesokán is figyeljünk oda arra, hogy ne legyen semmiféle gyúlékony a kísérlet végzése közben, a kísérlet körül. Nézzük, mit fogunk csinálni. A kísérletünk nem más lesz, mint hogy ebbe a főzőpohárba el fogok helyezni egy kevés szódabikarbonát. Kinyitom a szódabikarbónás zacskónkat, és utána hát nagyjából egy kanálnyi szódabikarbónát kell elhelyeznünk a pohár aljába. Jó. Miután ezzel megvagyunk, ugye látszik, hogy szépen otthon a pohár aljába a szódabikarbonánk, fogunk rá önteni egy nagyon kis kevés ecetet. Fontos, hogy ne borítsuk meg hirtelen, illetve ne ö, nagy mennyiségekkel dolgozzunk, mert abban az esetben előfordulhat, hogy kifut a hab, ami keletkezik. Úgyhogy tényleg erre figyeljünk, hogy megfelelő mennyiségeket használjunk. Jó, szépen öntök hozzá egy kevés ecetet, és láthatjuk, valamint, hogy én egy kicsit közelebb hajolok, akkor szerintem hallhatjuk is, hiszen a mikrofont oda tartottam, hogy valamiféle pesgés van. Most kérem szépen, ez a pesgés arra utal nekünk, hogy valamiféle gáz keletkezik. Látszanak is ugye a buborékok pesgés során. Ez a gáz nem más, ami keletkezik, mint dioxid gáz. ennek a széndioxid gáznak szeretnénk megvizsgálni a sűrűségét. Hogy is tudjuk ezt megtenni? Kelleni fog egy mécses. A mécsest helyezzük el az előbbiekben elmondott uh, tak alapján az asztalunkon megfelelő módon. Meg fogom gyújtani a mécsesemet egy gyufa segítségével. A gyufa esetén mire is kell figyelnünk? Egyik kezünkbe fogjuk ugye szépen a skatuját, másik kezünkbe pedig a gyufa A gyufa használata az pedig úgy történjen, hogy szépen megfogod a skatuját, ügyesebbi ügyesebbik kezedbe fogd a gyufa és a gyufa gyújtása az mindig úgy történik, hogy magadtól elfelé, sosem a más felé, hanem tényleg úgy, hogy szabad levegő irányába, szépen egy gyors mozdulattal meggyújtjuk a gyufát. Természetesen itt is a szülői és felnőtt felügyelete mellett, és kérhetünk bátran a segítséget a kísérlet elvégzéséhez. Meggyújtjuk a gyufát és a mécsesünket, és a következő az lesz, hogy egy kicsit rá fogunk majd nagyítani a mécsesre, hogy lássátok, hogy is kell végezni a kísérletet. Hiszen nem más fogunk csinálni, mint hogy a keletkező gázt megfogjuk szépen, és megpróbáljuk ráönteni erre a mécsesre, és megfigyeljük azt, hogy mire is tudunk ebből ö, következtetni. Szépen elhelyezem ide az asztal közepére ezt a mécsest jön mellé a pohár. Miután elkezdtük már azt csinálni, hogy összöntöttük a szódabikarbonát és az ecetet, nagyon fontos, hogy figyeljetek arra, hogy ne mozdítsuk gyorsan meg ezt a poharat, hiszen akkor lehet, hogy nem fog működni a kísérletünk. Na nézzük, mit kell csinálni. Hozom szépen a poharat, itt a mécsesem, és elkezdem önteni a benne lévő gázt. Figyeljük meg, mi történik. Nagyon szépen látszott szerintem, nem más történt, mint hogy a mécses elaludt. Nagyon fontos, hogy a pohárba lévő ö, ecet és szódabikarbóna keveréke nem lett ráöntve a mécsesre, hanem ö, gyakorlatilag csak a keletkező gáz volt, amit ráöntöttünk. Na vagy mire is tudunk ebből következtetni? Ha én önteni tudok egy gázt, és az mondjuk nem száll el a levegőbe, akkor tudhatjuk róla azt, hogy nagyobb a sűrűsége, mint a levegőjé, ebből kifolyólag szépen a mécseset tudtam önteni. És miért aludt el a mécses? Ennek nem más volt az oka, mint hogy a szén nem táplálja az égést ellenben az oxigénnel, és gyakorlatilag kiszorítottuk onnan az oxigénünket, ebből kifolyólag nem más történt, mint hogy a mécses kialudt. Más uh, hely, helyzetekben is használják természetesen a széndiokszid és a uh, lángnak ezen kapcsolatát, hogy nem ne, támogatja az égést. Például uh, különböző olyan helységekbe, ahol porral készülékkel, vagy éppen hát, vízzel oltás nem lehetséges, gondoljunk például egy szerverterembe, vagy ahol számítógépek vannak, ott például széndiokszid gázzal oltó készülékek találhatóak meg. Ilyen készülék van itt például nálunk is a laboratóriumban, ahol ö, ez az előírás. Köszönöm szépen a figyelmet, óvatosan kísérletezzünk, és nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek a kísérlet kipróbálásához. Sziasztok!